There's an evil night and the stars don't shine tonight. No. A farmer ruhatárunk egyik kulcs darabja, ami szezonról szezonra intenzív átalakuláson megy keresztül. Rita, beszél nekünk egy kicsit az aktuális farmer trendekről. Tavasz-nyári szezonban két fő csapásvonalat határozhatunk meg. Az egyik az, amely a 90-es éveknek a street style elemeiből táplálkozik. Itt főleg az ilyen lezserebb termékekre kell gondolni. A hívó szó a kényelem, és a farmerek tekintetében is az ilyen loose fit fazonú farmerek azok, amik előtérbe kerülnek. A másik irányvonal pedig, mivel hogy nyárról van szó, természetesen a fesztivál szezon, és mivel a fesztivál szezonnak szinte elengedhetetlen kellékei a farmerek, így itt különböző bohém, gypsy vagy rockos hangulatú farmerekkel találkozhatunk. Milyen farmer fazonok kerülnek most fókuszba? Úgy is kérdezhetném, hogy melyek lesznek a must-have darabok. Farmer fazonok tekintetében egyértelműen kijelenthetjük, hogy a derekak megnyúltak, tehát magasabb derekú farmerekkel találkozhatunk. Ugyanakkor a slim fazonú farmereket felváltják a komfortosabb, laza fazonú farmer nadrágok. Nagyon elterjedtek mostanában ezek a magas derekú nadrágok, ahogy te is említetted. Milyen típusú, milyen testalkatú nőknek állnak ezek jól? Magas derekú farmer nadrágokat előszeretettel a fiatalok választják, és jól is teszik ezt, hiszen főleg a vékonyabb alkatú hölgyeken áll ez jól. Ugyanakkor a kerekebb idomokkal rendelkező nagyobb fenekű hölgyek is választhatják ezt a fazont. Mindemellett ezeknek a nadrágoknak az a tulajdonsága is megvan, hogy kicsit alacsonyabb a szár hosszuk, ezáltal az alacsonyabb hölgyek is választhatják. A vékony lányok bármit felvehetnek, de mit javasolnál azoknak a lányoknak, akiknek kicsit vaskosabb a combja? Nekik kétféle típus is előnyös lehet. Az egyik a loose fazon, amely egy boyfriend típusú farmer nadrág, kicsit bővebb combban és lefelé szűkülő szárú, ezáltal ez optikailag kicsit nyújtja a lábakat. Ezen kívül ugye a koptatásokkal is tudunk kicsit játszani, hiszen hogyha térnél vagy lejjebb van egy-egy patchwork koptatás, akkor az odavonza a tekintetet, így a problémás területeket el tudjuk fedni. A másik jó fazon választás lehet a boot, illetve a trapéztár, hiszen ezek ugye optikailag szintén nyújtják a lábakat. Milyen díszítő elemekkel spékelik meg a farmereket? A tavasz újdonságaként a tervezők a rozé arany fémes elemet választották, és ezzel borították a különböző ruhadarabokat, így a kabátokon, a cipzárak, a szegecsek, a farmeringeken visszaköszönnek. Ugyanakkor szakításokon átsejlő szegecsekkel is találkozhatunk, és egy ősi textilfestési módszerrel, a batikolással, amelynek ugye az a különlegessége, hogy nem lesz két egyforma ingünk, mindegyik teljesen más és egyedi a készítésének köszönhetően. Milyen holmika viselhető jól a farmer, hogyha a nőies hatás elérése a cél? Igazi stílusikonná válhatunk, hogyha egy ombre mintás flitterekkel kirakott sejem blúzt választunk, de nagyon jó választás egy kövekkel kirakott laza pamut trikó is, hiszen ez a fesztivál szezonnak egy nagyon jó kiegészítője lehet. Ezen kívül most nagyon trendi az, hogy egy nyári ruhácskát szuper szűk farmer nadrággal viselünk. Ha már a fesztivál szezont említetted, mitől néz ki igazán sikkesen és dögösen egy fesztivál szett? Én a fesztivál szezonra mindenképpen most egy kertészformát javasolnék, akár rövid, akár hosszú verzióban. Mindenképpen jó választás, nem ruhatunk mellé. Vagy pedig egy batikolt oversize farmeringet egy hímzett sorttal. Robotunkat támogatta a GASZ.